Magyar zenével és magyar tánccal így ünnepeltek a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából pénteken a megyei ünnepségen Nyíregyházán a Hősök terén álló életfa előtt. Minden magyar felelős minden magyarért. És mi így cselekedtünk a víz kezdetén, így teszünk minden nap, küzdünk, hiszünk és remélünk. Meghalok én 10-szer, 100-szor, nem félek én a haláltól, de rakhatsz rám hegyet, 6-ot, míg magyar van, feltámadok. A megyei kormányhivatal főigazgatója ezekkel a szavakkal nyitotta meg az ünnepséget. A rendezvényen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke elmondta, bár újra hatalmas kihívások elé nézett a térség az elmúlt időszakban, most megint össze kell fognunk a béke érdekében. A Trianon a legnagyobb tragédiája a magyarságnak, ugye az egy ilyen buskomor dolog, és hát a múlt hibáink való berengzésre ösztönzött a törvény elfogadásaik, most egy pozitív dolog került bele, pedig az, hogy annak ellenére, hogy ilyen hatalmas veszteségeket szenvedett a magyarság akkor, megmaradt, és erős most is az összetartozásnak az érzése, amely átlendít bennünket a nehézségeken. A pénteki megyei ünnepség zárásaként először a nyíregyházi életfánál helyezhették el a megemlékezés virágait a meghívottak, majd a megyeháza épületében megkoszorúzták a trianoni emléktáblát is. A legfontosabb üzenet az mindenképpen az, hogy felelősséggel tartozunk minden magyarért, és úgy gondolom, hogy a határtérségben ez még inkább fontos. És meg kell találni azokat a megtartó erőket és azokat a megtartó közösségeket, amelyek úgy gondolom, hogy össze tudják tartani a nemzetet. És a legfontosabb kapocs itt az a kultúra, az a magyar kultúra, amely megtartott minket 1000 éven át, és nagyon fontos, hogy a következő 1000 évben is büszkék tudjuk lenni arra az örökségre, amelyet megkaptunk. De ezt az örökséget át is kell tudni adni az utánunk következő nemzedékeknek, hiszen ők fogják majd életbe tartani a magyar nemzetet, és hát addig maradunk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. A Nemzeti Összetartozás napjára megyeszerte ünnepségeket tartottak a napokban, köztük Máté Szalkán is, ahol Szili Katalin miniszterelnöki megbízott beszédében hangsúlyozta, ma a Trianon tragédiáját csak úgy tudjuk felülírni, ha számítunk egymásra és segítjük egymást a mindennapokban. Országunk elcsatolásából 191.735 négyzetkilométer területéből maradt mindösszesen 91.114 négyzetkilométer. Elcsatoltak 10.780.773 lakost. Itt maradt az anyaországban 7.481.954 lakos. Ezt csak azért említem önöknek, mert fontos, és a Juhász Gyulára gondolok, aki azt fogalmazta meg, hogy nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. És ezzel is talán emlékünkbe idézzük mindazt, hogy az 1914 előtti nemzeti vagyonunk mindösszesen 38%-ára zsugorodott. Kedves barátaim, tehát számunkra ez a békeszerződés, hangsúlyozom még egyszer, egy olyan erőszakos diktátum volt, melyet egyoldalúan kényszerítettek Magyarországra, és amely megtagadta mindazokat az elveket, amely elveket előzőleg vallottak, és amely nevében megszületett. Azt mindannyian mondhatjuk, hogy az idő kerekét nem tudjuk már visszafordítani, a békediktátumot nem lehet nem megtörténté tenni, ugyanakkor a hatását mindannyiunknak tompítani kell. Máté Szalkán közös zászlófelvonással zárták az ünnepi műsort.